Kortól és nemtől független a szenvedélybetegség, és továbbra is az alkohol, valamint a dohányzás, a nikotin a leggyakoribb függőség okozó, mondják a szakemberek. Az oltalom szeretett szolgálat szenvedélybetegek nappali ellátó részlegén 50 érintettel foglalkoznak, közülük 30-an vesznek majd részt a rehabilitációs tréningen. A foglalkozás az két részből áll, az egyik egy addiktológus főorvos fog előadásokat tartani, a másik pedig egy kreatív foglalkozás, aminek az lesz a haszna, reméljük, hogy eltereljük a figyelmüket a szenvedélybetegségükről. Ezeket a kézi munkákat szenvedélybetegek készítették az oltalom szeretett szolgálat részlegén, a figyelemlekötő és így a rehabilitációs tréningeket is sok érintett várja. Pontosnak tartom ezt a programot, nagyon örülök neki, és van esélye, ha már nem is nekem 51 évesen, de a többi embereknek, akár fiataloknak, mert nagy szükség van a fiataloknak a segítségére, hogy ezek visszaépüljenek a társadalomba, és innen lehet látni, hogy a hajléktalan ellátásban igenis a szakemberek azon gondolkoznak, hogy hogyan is lehet rajtuk segíteni. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatásával megvalósuló program fél évig tart majd az oltalom szeretett szolgálatnál.